Augusztus 31-én az egykori iskola udvarán bonyolították le már hatodik alkalommal a Tiszavégi napot. A rendezvény fővédnöke F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Újvári Imre polgármester volt. A nap folyamán zenés műsorokkal, kolbászkóstolóval, gyermekprogramokkal várták a Tiszavég lakóit, illetve az érdeklődőket. Most egy hosszabb összeállítást láthatnak kedves nézőink a rendezvényen készült felvételekből. Kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülünk, hogy ez a mai nap is létrejöhetett. Kovács Piroska vagyok, a Füredi Jóbarátok Egyesület elnöke és a mai nap házi asszonya. Köszönjük mindenkinek, hogy megtiszteltek és idén is elfogadták a meghívásunkat. Immáron hatodik alkalommal rendezzük meg a Tiszavégi napot, mely... Én azt hiszem, hogy nagyon sokaknak nagyon sokat jelent, nem csak annak, aki ennek az élvezője, hogy szereti ezt a napot, jó együtt lenni, hanem azoknak is sokat jelent, akik ezt szervezik. Mindenkinek szeretnénk nagy köszönetet mondani, és hogyha megengedik, először a támogatókat sorolnám föl. A horvát hús idén is támogatta azt, hogy megsüthessük a Guinness rekord 225 méteres kolbászt. Faszénen mindkét oldala lesz sülve, ezt ki fogjuk osztani mindenki nagy örömére. Tehát ez az idén is lesz. Dr. Pásztor Zoltán, Csőke Kálmán, Nagy József, Józsa Béla, Ábrahám Tamás, Füredi Jóbarátok, elsősorban Balázs József és a táncos lányok. Nekik köszönjük ezt a mai napot, illetve a Kovács Pál Művelődési Központnak, hogy a játszóházat megteremtették a gyerekeknek. A tévéknek köszönjük, hogy hírül adják a mai nap eseményeit. És még itt nagyon sok köszönetet lehetne mondani azoknak az embereknek, akik fölállították a sátrakat, mindent megteremtettek, hogy itt kényelmesen legyünk a mai napon. Ezt mindenkinek nagyon köszönjük, mert ez nem természetes. Én azt hiszem, hogy meg kell köszönnünk, jól esik nekik is, hogy gondoltunk rájuk. És azokra a lányokra, akik majd itt önfeledten fogják ropni a színpadon, de erről majd egy kicsit később. Az önkormányzat volt, aki oroszlán részt vállalt abban, hogy a mai nap ilyen jól sikerülhessen, ahogy fog. Az időjárás is
nagyon megfelelő, úgyhogy azt hiszem, hogy minden rendelkezésre áll. Igazából most mindenki tudja, hogy a választás közeledik, tehát voltak a rossz nyelvek, akik már mondták nekem, hogy persze most kampány van, azért csináljátok az egészet. Mondtam, hogy köszönjük a figyelmeztetést, de ha jól számolom, a 6. alkalommal rendezzük meg ezt a Tisza végi napot, tehát hogyha jól számolom, akkor nem csak akkor, hanem tavaly, és azelőtt, és azelőtt, és azelőtt is. Tehát a rossz nyelveknek üzenjük, hogy várjuk őket szeretettel a 7., a 8., és így tovább mindegyikre, mert azt hiszem, hogy még itt soha nem került szóba se kampány, se választás. Most is csak azért érintettem, mert egy kicsit furcsán jött ki a dolog. Viszont akit még nem emeltem ki, hogy ez a mai nap létrejöhetett, az Kovács Sándor országgyűlési képviselőnk. Kérem, képviselő úrra köszöntsük, és köszönjük, hogy támogatta a mai napot, illetve Újvári Imre polgármester urat. Köszönjük szépen, hogy támogatta a mai napot. És ennek a választókerületnek, illetve ennek a település résznek az önkormányzati képviselője, Sturc Márton. Köszönjük neki is, hogy megvalósulhatott ez a mai nap, és kérem akkor, hogy Kovács Sándor országgyűlési képviselőnket, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Kedves tiszafüredi jó barátok, polgármester úr, alpolgármester úr, képviselő úr, képviselő úr, kedves Piroska, kedves János, úgyhogy remélem köszöntöttem mindenkit. Én már nem is tudom, hanyadik alkalommal veszek részt ezen a Tisza végi napon. És azt se tudom, hogy hanyadik alkalommal veszek részt a tiszafüredi jóbarátok rendezvényén. És amikor jön a nyár vége, akkor tudom, hogy a programba ezt be kell iktatni. Hiszen vannak rendezvények, vannak olyan programok, ahova az elmegy az ember kötelezően. De vannak olyanok, ahova szívből megy el. Mert jó a társaság, jók a szervezők, jó a hangulat. Ha itt körbenézünk, akkor derűs, jó hangulatú embereket látunk. És ez még csak a nap kezdete. Mi lesz majd délután? Mi lesz akkor majd, amikor egy pohár sörrel vagy egy pohár pálinkával még ezt a hangulatot tudjuk fokozni? De nem is kell más, csak a jó hangulat, a vidám emberek, a jó szervezés. És tavaly is voltam, tavaly előtt is, és jövőre is jövök, ha Piroskáék meghívnak, és utána is. Mert ezt a társaságot, ezt a jó hangulatot meg kell őrizni, egybe kell tartani. Ugyanúgy, ahogy Tiszafüredet. Tiszafüredre is mindig szívesen jövök, hiszen Tiszafüred és polgármester úr és az önkormányzat felvállalt 5 évvel ezelőtt egy nagyon nehéz feladatot. Mert én, amikor fiatalember voltam, remélem még most is az vagyok, mert egyszer bementem egy könyvesboltba, és felkiabáltak a tulajdonosnak, hogy jöjjön egy fiatalember, itt keresi a tulajdonost. És mondtam neki, hogy mondom, köszönöm szépen, mondom, olyan jól esett, hogy még fiatalembernek szólítanak. Tehát amikor fiatalabb voltam, amikor jöttünk Füredre, mindig Tiszafüred példakép volt. Tiszafüred rendezett volt, Tiszafüred fejlődött, Tiszafüred az a település volt, amely a Tiszaftó fővárosa tudott volna lenni. Majd Tiszafürednek volt egy hanyatló időszaka. Megszűntek a munkahelyek, nem volt felújítás, nem volt élet a boltokban, nem volt az embereknek igazából nemhogy pénze, de jó hangulata sem. És polgármester úr és az önkormányzat felvállalta azt, hogy Tiszafüredet felvirágoztatja. Ez még nem sikerült, de egy gyönyörű bimbó már van azon a virágszálon, ami most nyiladozik, hiszen nagyon sok fejlesztés volt, és nagyon sok fejlesztés van még megalapozva. Most bent voltam a piac sarnokba, és van egy idős néni a lányával, aki tésztát árul, és most is vettem csigatésztát, mert a nagyfiamnak az a kedvence, nekem az eperlevél, úgyhogy
ezért mindig csigatészta van, feleségem már nem főzett perlevéltésztát, és megnéztem a piaszcsarnokot, és tudom azt, hogy már épül a vadonatúj piaszcsarnok. Épül és szépült az orvosi rendelő, megújultak utak, tehát a virág már kész van arra, hogy a bimbóból igazából megmutassa, hogy mit tud. És Tiszafüred felvállalta azt, hogy a Tiszató fővárosa tud lenni. Szépül, épül, újul. Csak a tiszafürediéknek most a legnehezebb. Most kell megőrizni ezt az eredményt, és most kell folytatni ezt az eredményt. Mert azért Tiszafüreden, ha körbenézzünk, rengetegen vannak, akik szerették azt, hogy nem történik semmi. Szerették azt, hogy lerombolódtak az utak, nem újítottak fel semmit, mert ha nem értek én se semmihez, akkor más se értsen. És most is nagyon sokan vannak. Most is nagyon sokan vannak, akik mindenben a rosszat keresik, ami mindenben akadályozni akarják a fejlődést, és ha valakinek sikerül valami jót tenni, akkor azt akarják, hogy ne sikerüljön. Ha nekem nem sikerült, akkor a másiknak se sikerüljön. És hát ki kell itt mondani neveket, én jól ismertem és jól ismerem az előző polgármester asszonyt, Pintér Erikát. Láttam, hogy milyen mélyre zuhant ez a település Tiszafüred. És láttam azt a jegyzőt, aki segédje volt ebbe a dologba. És most ez a jegyző, a Spisák György akarja megmondani, hogy Tiszafüred merre menjen. Ez olyan dolog, hogy ott lett volna a lehetőség megmutatni. Nem tudott semmit megmutatni, és az idő elteltével még kevesebbet tud. Abból is, ami keveset tudott, abból is sokat felejtett. Én azt gondolom, hogy fürediek pontosan látják azt a különbséget, hogy egyik serpenyőben ott van a fejlődés, ott van a jövő, a másik serpenyőben a visszamaradás, az ugyanúgy elszürkülés. Mert Tiszafüred pozíciójára, amit most megszerzett, nagyon sokan lesnek. Fejlődni akar Poroszló. Irigykedik Tiszafüredre. Abátszalók roham léptekkel fejleszti magát, a strandot, a települést. Ha Tiszafüred visszaesik, akkor abban a pillanatban Tiszafüred helyére belépnek ezek a környező városok. Én kívánom minden tiszafüredinek, hogy ezt a megkezdett utat, munkát folytassa, mert Tiszafüred előtt fényes jövő áll. És úgy, mint ifjú legény koromba, már nem diszkóba, nem szórakozni, de a családdal együtt a Szabadstrandra, a tiszafüredi piacra, a tiszafüredi rendezvényekre nagy örömmel jövök. Én kívánom a tiszafüredi jóbarátoknak, minden jóbarátomnak, hogy élvezze ezt a nyárvégi csodálatos napot, a barátokkal együtt töltött perceket, mert ez a legértékesebb az egész életben, a szeretet, a barátság, az egymásra figyelés, és emellett építsék ezt a csodálatos várost, amelyet Tiszafürednek hívnak. Köszönöm szépen, hogy elhívtak, és jövök akkor is, ha nem hívnak. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Kovács Sándor országgyűlési képviselőnknek ezeket a kedves szavakat és köszöntést. Én azt hiszem, hogy igazán közénk való, és örülünk, hogy ilyen jól érzi magát. Mindig várunk szeretettel, jövőre is, azután is, és köszönjük szépen, hogy mindig támogatsz bennünket. Ez nagyon-nagyon fontos mindenkinek. Nyilván az egész településünkre is gondolok, nem csak erre a rendezvényre, mert ez nagyon fontos, hogy olyan szinten is meglegyen a támogatottságunk, ahová csak a képviselőnk keze ér el. És most átadnám a szót Újvári Imre polgármester úrnak. Kérem, hogy ő is köszöntsön bennünket, illetve néhány gondolatot mondjon el a jelenlegi helyzetünkről. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr! Kedves tiszafüredi és tiszafüredi, tiszavégi lakosok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A tiszavégi nap immár 6. alkalommal kerül megrendezésre, és ez is azt mutatja, hogy ennek a rendezvénynek van múltja, van jelene, és hogyha a tiszafürediek úgy döntenek, akkor lesz jövője is. Egy ciklus végén minden politikus mérleget szokott vonni, és ilyenkor beszámol arról a munkáról,
amelyet az elmúlt években végzett. Hogyha én ezt most elkezdeném, akkor valószínű, hogy néhány műsor, koncert és egyéb programem elmaradna, mert nagyon sok áig hosszasan tudnánk sorolni, hogy milyen eredményeket értünk el az elmúlt időszakban, de erre majd meg lesz a megfelelő fórum, én azt gondolom a következő egy hónapban, az előttünk álló néhány hétben, ez most nem az a fórum. Viszont azt mégsem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 2014-ben a tiszafürediek hoztak egy döntést, és most újból döntést kell majd hozni. 2014-ben arról döntöttek, hogy a stagnálás, a nem törődömség, a lustaság helyett szavaznak a lendületes, dinamikus fejlődésre és a tenni akarásra. Bizalmat szavaznak nekünk, és szeretném itt ezúton is megköszönni azt a bizalmat, amelyet kaptunk. Bizalmat kaptunk arra is lehetőséget, hogy bizonyítsunk. Bizonyítsuk azt, hogy nem csak szavakban, hanem tettekben is tudjuk azt véghez vinni, amit elmondtunk, amit a programunkban leírtunk. Ez a számok nyelvére röviden lefordítva úgy néz ki, hogy 2014 előtt 4 milliárd forint adósság jellemezte a várost, most pedig 6 milliárd forint fejlesztési forrás sikerült a városra hozni, és ebbe benne van a tiszavégi utakra, a járdákra, vagy akár az iskola tetejére nyert felújítási forrás is. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok eredménnyel mögöttünk, és mivel mindannyiunk közös szenvedélye, nyugodtan mondhatom Tiszafüred, tehát a szenvedélyünk Tiszafüred és a Tiszató, ezért nem szabad azt megengedni, hogy ezzel a várossal elkövessék azt a szörnyűséget, mint 2014 előtt, amikor is az előző polgármester Pintér Erika és a bukott jegyzős Pisár György karöltve csődbe vitték. Bizonyára emlékeznek még rá arra az időszakra, amikor Tiszafüred csődeljárás alá került. És most ugyanezek az emberek, ugyanez az ember akar visszajönni, és a felelőtlen ígéreteivel valószínű, hogy ismét csődbe vinni a várost, azon kívül, hogy természetesen alkalmatlan is arra, amire éppen vállalkozni kíván. Nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy azt, amit ezzel a várossal elkövettek, azt megpróbáljuk helyrehozni, de ez 5 év kevés. És emlékeznek a beázott, lepusztult középületekre. Most itt a Tisza végén pont itt vagyunk az iskola, egykori iskola épülete mellett, amely most egy munkahelyteremtő beruházásnak ad otthont. Ennek az épületnek az volt az első intézkedéseink között az első teendőnk, hogy a sportcsarnokkal, a városháza vagy a orvosi rendelő tetejével együtt le kellett, hogy cseréljük, hiszen nem bírta volna tovább. És sorolhatnánk az utak állapotát, sorolhatnánk a munkahelyek hiányát, minden téren sikerült valamilyen eredményt elérni, de ahogy képviselő úr is fogalmazott, még ennek az útnak az elején járunk, viszont az út végén egy nagyon fényes jövő vár Tiszafüredre, hiszen amit még most látunk, az még csak félig van kész. És ahhoz, hogy a folytatása ennek a fejlődésnek, tehát a Tiszafüred fejlődése folytatódjon, ahhoz most 2019. októberében is hozni kell majd egy döntést, és én kérem önöket, hogy támogassanak továbbra is bennünket, támogassák itt ebben a választókörzetben Sturc Márton képviselőurat, és városi szinten pedig a Fidesz-KDNP jelöltjeit, mert mi vagyunk arra képesek, hogy ebben a városban a fejlődés folytatódjon, hogy a kormányzattal való kiváló kapcsolatunknak köszönhetően újabb pályázati lehetőségeket, újabb fejlesztéseket hozzunk a városba. Mi már bizonyítottuk azt, hogy mi tudjuk képviselni a város érdekeit. Nagyon sok számos elismerésben részesült Tiszafüred, tehát kívülről is elismerik a munkánkat, hiszen emlékezzünk rá, a Közmunkapokkal programban tavaly kaptunk egy nagyon komoly elismerést a belügyminisztériumban, a különböző társadalmi intézkedéseinket is igen sokan elismerik, és ez is azt bizonyítja, hogy nem csak a nagy dolgokra figyelünk oda, hanem a kis dolgokra is próbálunk odafigyelni, mert számunkra a tiszafüredi családok és a gyermekek az elsők. Nagyon sok olyan támogatást volt szerencsém aláírni az elmúlt időszakban, például most a családok iskola kezdési támogatását, amelyet már mi vezettünk be a 2 és 3 gyerekes családoknak, akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek rendszeresen. Nagyon sok tiszavégi család most könnyít most ez az iskola kezdésén, de akár mondhatnánk a babacsomagot, amely ettől az évtől már minden tiszafüredi újszülöttnek jár, és az idősek támogatására létesített idősbarát csütörtök programot. Hosszasan lehet tárcsorolni az intézkedéseket és az eredményeket, és mi elkötelezettek vagyunk a folytatásban, amennyiben önök, a tiszafüredi polgárok is így gondolják. Kívánok önöknek a mai napra nagyon jó szórakozást, jó időjárásunk legyen, mert az ebben az évben többször is megviccelt már bennünket, de ahogy látom, ezen a napon kegyes lesz hozzánk. Érezzék jól magukat, készül már a finom ebéd. Itt szeretném megköszönni a szakácsaink közreműködését, akik szerintem messzeföldön a leghíresebb kolbász sütik a tiszavégi napon. És szeretném külön megköszönni Kovács Piroskának és a Füredi Jóbarátoknak a közreműködését,
hiszen azért nélkülük ez a Tisza végi nap mégsem jöhetett volna létre már kezdetektől fogva, és az ő segítségüknek is köszönhető az, és képviselő úr ígéretének, aki azt ígérte, hogy a Tisza végnek mindig lesz egy rendezvénye, hogy ezt a rendezvényt itt minden alkalommal meg fogjuk rendezni, és ezt a jövőben is tervezzük. Ahogy említettem, még egy kicsit a választókerületre azért mégiscsak itt vagyunk a Tisza végen elmondani, hogy a Nyergesek útja, a Kakukk út, az Iskola út, a Búzavirág út és a Mátírok útja azért 5 utca újult meg, korábban 12 évig nem volt erre példa, és ezt a lendületet szeretnénk folytatni, hogy a korábban méltatlanul elfeledett Tisza vég, az fejlődjön, hiszen a város egyik legszebb része itt közel a Tiszához, egyre több apartman, egyre több vendéglátóhely és szálláshely nyílik itt is, és azért mindenki elvárása az, hogy ez a település rész is fejlődjön, a középület, a járdák tovább épüljenek, és 2024-ig egy újonnan indított útfelújítási program keretében pedig szeretnénk felszámolni az összes aszfalt nélküli utat, és ebből a Tisza vég sem maradhat ki. Úgyhogy hajrá Tiszafüred, hajrá Tisza vég, köszönöm a megtisztelő figyelmet! Nagyon szépen köszönjük Újvár Imre polgármester úrnak a kedves köszöntést, illetve ezt a pici összefoglalót, ami gyakorlatilag az utóbbi időben is történt, mert aki nem itt a kertvárosi részben lakik itt a Tisza végen, nem biztos, hogy mindenről informálódott. Most azért ez nagyon helyén való volt, hogy egy picit többet tudtunk meg. De igazából megkérném a képviselő urat is, önkormányzati képviselőjét a térségnek, Sturc Mártont, mindenki Marciát, hogy legyen kedves, ő is köszöntse az egybegyűlteket, illetve elmondhassa, hogy mit tart fontosnak az elmúlt időszakról, illetve mi a jövőképünk. Kérem, fogadjuk nagy szeretettel őt is. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt minket a jelenlétével. Köszöntöm Kovács Sándor, elnézést, azt mondom, a barátunkat, és országgyűlési képviselőt, polgármester urat, és mindenkit, aki megjelent. Előttem szólók már felsorolták az elért eredményeinket, én ezzel nem akarok részletekbe bocsájkozni, de a legfontosabb szerintem, amit elértünk itt a körzetbe, hogy a Tisza vég visszakerült Tiszafüred térképére. Bármilyen fejlesztés, beruházás, vagy bármi történik a városban, ezelőtt az volt a reakció, a Tisza végieknek jó van úgy, ahogy van. Hát ezen tudtunk változtatni. Ez volt az én egyik ígéretem egyébként a kampányban. Másik ígéretem a rendezvény minden évben való megrendezése. Úgy gondolom, hogy ezt a két ígéretet sikerült teljesíteni. Szeretnénk ezen az úton tovább haladni, hiszen a rengeteg eredmény mellett tisztában vagyunk a rengeteg problémával is. Ezeket lépésről lépésre tudjuk csak, tehát egyszerűen megoldani 5 év alatt mindent nem lehet. Ez a terület annál sokkal elhagyatottabb volt, hogy ezt 5 év alatt megoldjuk. Amennyiben ismét bizalmat kapunk egy újabb ciklusra, ígérem, hogy ezen az úton fogunk haladni, erről az úton nem térünk le, és az önök megelégedésére fogunk dolgozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek kívánok jó szórakozást, jó étvágyat a kolbászhoz, jó mulatságot a zenéhez. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Mindenki Marcia most is nagyon szerény volt, önmagát hozta, de azért azt hiszem, hogy senki nem feledkezik el arról, amit ő itt ebben a körzetben tett, ezért a körzetért tett. Én azt hiszem, hogy nagyon jelentős, ez nem csak utakban mérhető, hanem egyáltalán odafigyelés és az emberek minőségi, illetve még minőségibb, élhetőbb település részhez való hozzájárulását mindenképpen lehetővé tette.
Nagyon köszönöm neki még egyszer, hogy ennyire lelkes és ennyire akarja mindig ezt a Tisza végi napot. Nagyon nagy szerencse ez, hogy így egymásra találtunk, így az Egyesület, illetve ő, mert mindig egy jó születik ebből a szimbiózisból, hogy ilyen jól tudunk együtt dolgozni. Valamit még akartál? Akkor átadom még ezt. Még egy utolsó szó jogán szeretném Piroskának megköszönni a egész 5 éves támogatását, valamint az összes Tisza végi nap szervezésében. Nélküle ez nem jöhetett volna létre. Köszönöm, Piroska! Köszönöm szépen mindenkinek, nagyon kedves. És akkor, hogyha megengedik, még egyszer a támogatókat elmondanám. Tehát így, ahogy a színpadon látjuk őket, Kovács Sándor, országgyűlési képviselőnk, Újvári Imre, Tiszafüredváros polgármesterének, Sturc Márton önkormányzati képviselőnek köszönjük szépen a támogatást, illetve Tiszafüredváros önkormányzatának, a Horváth Hús Horváth Józsefnek, dr. Pásztor Zoltánnak, Csőke Kálmánnak, Nagy Józsefnek, a Citigáz vezérigazgatójának, Józsa Béla úrnak, Ábrahám Tamás úrnak, és a tiszafüredi minden kedves dolgozónak, aki itt ezt a helyet megteremtette nekünk. Igazából nem tudom megmondani, hogy őket milyen összefoglaló néven említsem, de a füredi jó barátokat mindenképpen Balázs József vezetésével. És akkor térjünk át a mai nap programjára. Először egy csodás hangú, nagyon kedves fiatalember, kedves barátunkat szeretném felkonferálni. Ő nem más, mint Kossuth Gergő. Egy jó feleség azt tudja, hogy majd néhány sörre csúszhat, és a buliba vennék a haverokat, majd ő felhívja. Nem szól, nem is kérdez, átölel, nem is kérem, és a tévét az irányítóját az ágyunkon az én felemre rakja. Elég, ha csak rá gondolok, és már is teljesül a kívánságom. Boldog vagyok, mert ő reggeltől estig ragyog, és ha kigyulnak a csillagok, őt átkarolja nagyon. Mert egy jó feleség azt tudja, hogy ma néhány sör lecsúszhat, és a kóiba mennék a haverokat, majd ő felhívja. Nem szól, nem is kérdez, átölel, nem is kérem, és a tévét nem irányítóját az ágyunkon az én felemre rakja. Hát kérem szépen, ez van, drága hölgyeim, nagyon fontos dolog, de hála Istennek nem minden a tévi tárgyaitól szól, mert mi nem mondtam, mi lenne velünk, hogyha nem lennének az asszonyok, katasztrófa, ugye? De merjek más mondani, ugye? A homokba színeket rajzolok, és ha nem látom néhány percig, úgy érzem, rögtön belehalok, és ha kigyúlnak a csillagok, én átkarolni jó nagyon. Mert egy jó feleség azt tudja, hogy van néhány sörre csúszhat, és a bújba mennék a haverokat, majd ő felhívja. Nem szól, nem is kérdez, átölel, ha nem is kérem, és a tévét elirányítóját az ágyunkon az én felemre rakja. Mert egy jó feleség azt tudja, hogy ma néhány sör lecsúszhat, és a bújba mennék a haverokat, majd ő felhívja. Nem szól, nem is kérdez,
Köszönjük szépen! Úgy gondoljuk, hogy itt nagyon sok olyan ember van, aki rengeteg Rolling Stones-os felvételt hallgatott még Suttyomban annak idején. Na hát ezt a számot nekik játszottuk, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy a régi örökzöldeket valahogy tovább kell vigyük. És ezért most teljesen másfajta számot fogunk játszani, ezúttal a fiataloknak, melynek címe Fesztivál. Egy fesztivál óta következik, hamis igazatlan. Hey!